Az elmúlt években a Fontaszt zenei verseny nemzetközi szinten is az egyik legjelentősebb és legszínvonalasabb zenei vetélkedők közé sorolható, amit a résztvevők száma is bizonyít. A harmonika kategóriában mintegy 60 versenyzőt hallgathatott meg a zsűri. Yes, Három éve járok zeneiskolába, amikor beiratkoztam, zongorázni szerettem volna, de azon a szakon már nem volt hely, így a harmonikát választottam, ami nagyon tetszik. Már négy éve játszom harmonikán, és nagyon hálás vagyok a tanáromnak, hogy ilyen sok dalra megtanított, és remélem még sokat tanulhatok. A versenyre hét országból mintegy 50 településről érkeztek résztvevők. A megmérettetésen zongora, hegedű, gitár, tambura, klarinét és harmonika kategóriában mérték össze tudásukat a versenyzők akiket három tagú szakzsűri értékelt. Néha igen nagy kihívást jelent a versenyzők értékelése, mivel mindegyikük rendkívül tehetséges és nehéz kiválasztani a legjobbakat a sok tehetség közül. Figyelembe vesszük a hangszert, a zenei kompozíciókat, a fellépésüket, a megjelenésüket, a muzikalitásukat, az újjaik mozgékonyságát, gyakorlatilag mindent. Ez a verseny lehetőség a gyerekek számára, hogy megerősítsék önbizalmukat, folytassák zenei képzésüket, barátkozzanak és fejlődjenek. A program az Óbecsei Petár Kónyovics alapfokú zeneiskola szervezésében valósul meg immár 11. éve. A verseny fontosságát hangsúlyozva szeretném elmondani, hogy a gyermekek nem csak azért vesznek részt rajta, hogy egymással versenyezzenek. Ez sokkal inkább arról szól, hogy a zsűri által megerősítést kapjanak a tudásukat illetően, és arra vonatkozóan, hogy jó úton haladnak, hogy holnap még jobbak legyenek, mint ma. Mindig nagy öröm számukra, amikor elismerik az igyekezetüket és a kitartásukat, és érzik, hogy miért érdemes zenével foglalkozni. Erről szól ez a verseny. Az első három helyezés mellett a szakzsűri minden kategóriában külön díjjal jutalmazta a legkiemelkedőbb tehetségeket. Akár csak az elmúlt években, az idén is az Látná Obala Hotel volt a rendezvényházi gazdája.